sportosat. Híradónk vendége Patakfalvi Miklós, a VTF Taekwondo Szövetség magyar elnöke. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Na hát a szövetség életében nagy dolgok történtek itt a háttérben, amiről nagyon nem lehetett hallani, csak akik ügyesek voltak, azok hogy a sorok között észrevették, hogy itt történt egy kisebbféle változás a versenyzői gárdában, és méghozzá a felnőtt versenyzői gárdában, mert ugye lehet beszélni az utánpótlás fontosságáról, de egy sportág életét azért a felnőttek határozzák meg, hogy mennyire piacképes, ugye, mennyire jó szerepelnek. És van itt egy fiatal hölgy, Gonda Ivett, aki holland bajnokságon magyar színekben győzött. Így igaz. Nem vagyunk ehhez hozzászokva. Viszonylag ritkán, vagy régen sikerült már legalábbis nyílt holland bajnokságon első helyezést szereznünk, ez kétségtelen. Ivett ismert név a magyar taekwondóban, de még inkább a taekwondó világban. Magyarországon csak ebben az évben, vagy Magyarországnak ebben az évben kezdett versenyezni, de nem akármilyen pályafutása mögötte. Kétszer nyert Pan Amerika bajnokságot, olimpiai ötödik helyezett Pekingben, számos világjátékokon. Csak világ... mi nem magyar színekben. Sajnos nem magyar színekben érte tehát... ezeket a remek eredményeket, de nagyon bízunk benne, hogy most az elkövetkezendő 4 évben nekünk hoz ilyen szép sikereket. Ugye februárban a nyílt USA bajnokságon lépett először magyar színekben, ugye küzdőtérre. Nyílt USA bajnokság volt az első, utána a nyílt német bajnokság, és legutóbb pedig a holland, ami egy héttel a német bajnokság után volt. Ott hogy szerepelt kint a németen? Németországban nem jól, ott az első fordulóban búcsúzni kényszerült, de mentségére legyen mondva, hogy aznap hajnalban érkezett, amikor versenyzett Kanadából. Ugyanis a havazás és egyéb problémák miatt nem akkor tudott megérkezni a holland, illetve a német versenyhelyszínére. Tehát akkor azt nagyon ne vegyük alapul azt a versenyt. Mert... Nem igazán lehetett, mert se átállásra, se semmire nem volt igazán ideje. És hát ez meg is látszott a teljesítményen, ő saját maga is kritikusan megemlítette, de ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért egy 11 néhány órás utazás után, úgyhogy előző nap is utazott, nagy csodát nem lehetett Igen. remélni tőle. Megoldódtak akkor a gondok? Vagy legalábbis megoldódni látszik így akkor a magyar csapat erősségét tekintve? Hát kétségtelen, hogy az Ivett szereplése erősíti a csapatot minden szempontból. Tehát egyrészt egy jó húzó erő lehet a mieinknek is, hiszen azért Kocsis Edina jó eredményeket mutatott fel itt a kontinens viadalokon már. Nem egy súlycsoportban vannak, ugye? Nem egy súlycsoportban vannak, Edina 57, Ivett 53 kilós jelen pillanatban, de az olimpiai versenyeken, kvalifikációkon 49 kilóban versenyzett. Tehát akkor ott ez is így nagyon jó, nem egymást gyengítik. Vagy alapvetően jó, és azért az Ivettnek a nemzetközi ismertsége és elismertsége jóval nagyobb. És a bíróknál két olimpián szerepelt, a bíróknál is számít, de a mieinknek is ez egy jó húzóerő, Edinának is egy jó kis plusz lehetőség, hogy együtt edz az Ivettel. Tehát azt gondolom, hogy az ő tapasztalata, az ő tudása, az eredményei, azok nagyon jól segíthetik a mieinknek a Hány munkáját is. Hány éves ez a fiatal hölgy? Ivett 26-27-ben van, tehát nem a legfiatalabb generáció. Tehát egy olimpiai ciklus még egy benne van? Egy olimpiai ciklus még mindenképpen benne van, ő maga is úgy gondolta, nem érzett már Kanadában elég indítatást arra, hogy tovább versenyezzen, azt mondta, hogy valamit változtatnia kell azért, hogy visszatudjon a csúcsra kerülni, és úgy érezte, hogy ezt magyar színekben tudja. Nagyon kemény... Kikereste meg egymást? Szövetség, igazán mi vagy régóta vagyunk kapcsolatban vele, de ennyire konkrét nem volt. Az előző olimpia előtt már fölmerült az, hogy esetleg magyar színekbe versenyezzen. Akkor még az edzőivel úgy döntöttek, hogy az edzője a férje is egyben, a kanadai válogatottnak, az olimpiai csapatnak is az egyik edzője. Tehát akkor úgy döntöttek, hogy még egyszer Kanada színeiben megpróbálják, de nem volt elég kihívás, valahogy nem találta már ott úgy a helyét, ahogy korábban. És ezért gondolta azt, hogy na, magyar színekben végül is itt született Magyarországon, talán ez egy kicsit, ez a változás, ez ő belőle is még többet fog tudni kihozni.
Anyagi szempontból nem merültek fel problémák? Hát anyagi szempontból nem merültek fel problémák, mert azt úgy rögtön a tárgyalások elején jeleztük, hogy mi igazán úgy nem fogunk tudni anyagilag neki sokat segíteni, mint ahogy azt a kanadaiak... De mert a éves támogatása mennyi a szövetségnek? 7 millió forint? Hát a szakmai támogatásunk 7,5 millió forint, ebből kell 4 válogatottat, 7 világversenyre megpróbálni kijutatni. És egy olimpiai sportágról beszélünk, és a világbajnokságunk Mexikóban lesz a nyár folyamán, ahogy az előzetes a felnőtt válogatott keretedzőjével és edzés-elméleti szakemberekkel egyeztetve optimálisan 28 napot kellene kint tölteni a verseny előtt aklimatizálódni. Ráadásul magaslaton 2200-on lesz a verseny, és ugyan megvan a kapcsolat egy edzőtáborral, a mexikói taekwondo központtal, a Loma edzőtáborral, ahol szívesen fogadnának is bennünket. Most rossz mely akarok lenni, akkor a nyilasékat kellene megkérdezni, hogy hogyan is kellene felkészülni a magaslatra Mexikóba. Igen, kétségtelen. Elnézést a labdarúgóktól. Én szeretem a focit, az hozzátartozik, és éppen ezért ugye figyelelme is kísértem, és kísérem most is a válogatottunknak a szereplését is. De valóban, tehát optimális az, hogy 28 nappal előtte kimennének, megcsináltuk a kalkulációt, egy viszonylag kedvező árat kaptunk a tekintettel a lehetőségeinkre a mexikóiaktól is, de hát még ez is durván 2,5 millió forint lenne, mindössze 4 versenyzőbe gondolkozva. Két férfi és két hölgy? Jelen pillanatban 2 férfi, 2 hölgy. Egy harmadik hölgy még esetleg számításba jöhet, ő neki még egy kis... Bizonyítania kell? Igen, tehát van még egy kis bizonyítani valója. Meglátjuk, hogy ez összejön-e. Most minden esetre a német bajnokságon már úgy dolgozott, ahogy azt elvárta tőle a keretedző, és azt hiszem, hogy jó úton van. Kérdés, hogy anyagilag hogy fogjuk tudni. Egy a lényeg, amire csak kíváncsi voltam, tehát a hölgy nem anyagiak miatt váltott, egyértelmű, hanem teljesen más, azaz belső motiváció ez miatt váltott. Igaz, tehát ez így igaz. Ez ami pozitívunk kell legyen, mert hogyha nem pénz miatt váltott, hanem valóban úgy érezte, hogy itt találja meg a helyét, akkor valóban a maximumot fogja nyújtani. Kérdés az, hogy mennyire tudott felügyelni a munkáját, hol fog felkészülni, egyáltalán mennyire lesz rálátásod? Ma jól tudom, hogy maradt Kanadában, gondolj. Így igaz, maradt Kanadában, az edzőjével együtt, de forró dróton vagyunk, tehát napi kapcsolatban vagyunk az edzőjével is, és ő vele is. Az edzésprogramot átküldték már, hogy milyen felkészülési program szerint dolgozik. A versenyeket együtt beszéljük meg. Azért jött át Európába, ez 2,5 hét volt, amit itt töltött, ezelőtt 2 komoly versenyen vett részt, és közben 2-szer 1 hetet itt volt Magyarországon, tehát meglátogatta a rokonságot, lejött a Diák Olimpiára, ami elmúlt héten, hétvégén volt, tehát úgy belekapcsolódik a magyar taekwondo életbe, több edzésen vett részt, az első héten itt volt az edzője is, és ő vezényelte a keretnek is az edzéseket. Mi volt a vízhang? Milyen volt? Jó volt? Nagyon jó volt a vízhang. Tóth Balázs a válogatottunk edzője, szuperlatívuszokba beszélt a koreai, kanadai illetőségű simmesterről, és azt látom én is, hogy jól fog tudni együtt dolgozni ez a két szakember, szükség is van erre. De hogy fognak együtt dolgozni? Megvan már a koncepció, hogy ki jön ide, vagy hogy ti mentek ki? Jövünk is, megyünk is, igyekszünk úgy szervezni, lehetőség szerint, hogy így is, úgy is legyen. Mindenképpen azzal a napi kapcsolattal, a szakmai eszmecserével azt gondolom, hogy a Balázs nagyon jó segítséget kap az itthoni munkához is, és közben rálát az Ivett munkájára is. És amikor ők jönnek, akkor értelemszerűen a munkát azt a Balázs felügyeli, és tervben van az, hogy mi menjünk ki hozzájuk. Ha a VB-re nem sikerülne az a mexikói világ taekwondo tábor a verseny előtt, akkor azt hiszem, hogy talán Kanadába menne a csapat, ott dolgozna együtt az Ivett és a Balázs is, és az edző, és a magyar csapat is, és akkor együtt
aztán mennének tovább Mexikóba. Hát ezt majd mi meglátjuk, de jelen pillanatban ilyen szinten. Tehát akkor de Ivetnek haza kell jönnie például az országos bajnokságra. Mikor lesz? Az novemberben. Az még odébb van. Igen. Addig még lesz egy-két verseny, nem? Addig nem túl sok verseny van, tehát van még két komoly jelentős verseny hátra, ilyen a kategóriás verseny, amin a mi versenyzőink pillanatnyi helyzetét tudjuk felmérni, illetve kint nekik is van még két olyan verseny. Nem sok, de talán elegendő ennek a néhány embernek, hogy felmérjük azt, hogy a felkészülésben milyen szinten vannak, és a szükséges korrekciókat megtegyük. Igazán a finom hangolás abban az egy hónapban, az optimális egy hónapban ott kint Mexikóba történne. Az lesz az év versenye akkor? A felnőtteknek feltétlenül az év versenye. Igaz, előtte van még egy U21-es Európa-bajnokság most áprilisban. Ott azok a versenyzők közül talán, akik a VB-n számításba jöhetnek, egy, aki érintett, a Székely Norbert. A többiek... Németországból versenyez haza, igen. Hát most ilyen idegen légiósokkal vagyunk, mi megtüzdelve, magyar idegen légiósok versenyeznek nekünk ide Magyarországra, igen. Na hát akkor megpesdült az élet? Egy kicsit, persze minden ilyen frissítés az azt gondolom fölkavarja az állóvizet, hiszen most ez egy kihívás, a hazai versenyzőknek is egy kihívás, hogy hoppá, van itt egy lány, aki már nemzetközileg tekintélyt szerzett. Az Ivet hetedik a világranglistán az 53 kilósoknál, és a 49 kilósoknál is olyan 20. hely környékén van valahol. Tehát ez az olimpia szempontjában majd érdekes lehet a későbbiekben. De hát csak tartani kell, és a világbajnokságon is ezt szerint emelnek ki. Tehát az Ivet jelen pillanatban egy kiemelt pozícióba fiatal kerül. Ember ő? Székely Norbi? Norbi ő még nem, tehát ő borzasztó tehetséges, fantasztikus technikai felkészültsége van, tehát nagyon fiatal ő, éppen hogy 18 éves elmúlt, és még igazi kiugró eredmény a felnőtteknél nincsen az ő oldaláról, de azért várjuk, reméljük, ez az U21, ez pont optimális lenne arra, hogy letegye a névjegyét ő is, itt magyar színekben is. Hát annyira jó, akkor neki ott érmes helyen kéne végezni, ugye? Igen. Ahogy a támaszolt Németországban. Azt várjuk tőle, őszintén megmondom, ezt várjuk tőle, hiszen ő szerzett Németországnak olimpiai, ifjúsági olimpiai kvótát Szingapúrra. Úgyhogy most jó lenne Magyarországnak szerezne mondjuk egy érmet az U21-es Európa-bajnokságon, az erősíteni az ő VB szereplését is, hiszen azért nem kevés pénz, és ebben tekintettel az anyagi helyzetünkre nekik is be kell szállni, tehát mindenkinek, minden egyes versenyzőnek komolyan be kell szállni az edzőtáborba is, és a verseny költségeibe is. Hát ha nem tud, akkor az attól tartok megoldhatatlan feladat elé állít bennünket, tehát akkor valószínűleg nem fog tudni részt. Szomorú. Aki nem tud besegíteni, nem fog tudni részt venni. Sajnos ilyen kegyetlen pillanatnyilag a helyzet. Tehát ez a 7,5 millió, ebből 2 millió edzőtáborra van, amit itthon az olimpiai központokban tudunk felhasználni, és marad 5,5 millió forint arra, hogy U21-es Európa-bajnokság, felnőtt világbajnokság, kadett Európa-bajnokság, junior Európa-bajnokság, kadett világbajnokság, formagyakorlat Európa-bajnokság, esetleg formagyakorlat világbajnokság. És akkor már csapat világbajnokságra már nem is gondolunk, mert az lenne a 8. verseny. Tehát ennyiből. Fogadjunk, még nem tudod, hogy miből. Még nem tudom, hogy miből, de azért igyekszünk, erőlködünk. Tehát eddig mindig megoldottuk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a szövetségünk soha nem ment mínuszba, tehát mi soha nem tartoztunk senkinek sem. Ugyan kicsit rossz érzése halljuk azt, hogy időről időre az állam konszolidálja az adósságba keveredett szövetségeket, és ilyenkor az én másik oldalam, a klubjaim. És a válogatottjaim felteszik a kérdést, hogy akkor miért is van az, hogy mi még mindig precízen, pontosan mindent kifizetünk, és akkor ráadásul ilyen szerény támogatást kapunk, és másoknak pedig 10 meg 100 milliós adósságot is lenyelnek. De gondolom, ezzel kapcsolatban már mindenkit, akit csak lehetett itthon Magyarországon. Hát próbálkozunk, igen, mindig legalábbis az érintetteket, akik ebbe döntéshelyzetben vannak, tájékoztatni.
nem tudom, hogy a hangunk is eljut-e oda. Lehet, hogy egy felnőtt VB-re mosogott. Biztos sokat lendítene rajtunk egy felnőtt VB-érem. Igen, hát nem sikerült az olimpiára kvótát szereznünk, és ezt érezzük sajnos ebben a vonatkozásban is, és hát nem vagyunk benne abban a szélesebb körbe sem, akik ezt a bizonyos 1 milliárdos támogatást élvezhetik majd az év folyamán, tehát nekünk ebből a kicsiből kell majd valahogy megoldani. Nehéz lesz versenybe maradnunk, és egyáltalán perspektívát mutatni edzőnek, igen, versenyzőnek, mert miért is legyen vonzó a taekwondo, ha csak nem a sportág szépsége miatt, ami egy ideig jó, de aztán ideig, amikor már meg, igen, kell élni, vagy versenyezni kell, és az ilyen költséggel járt. Most Mexikóra egy versenyzőnek csak a repülőjegye 250 000 forint minimum. És akkor még csak a versenyhelyszínére mentünk, igen, még nem mentünk az edzőtáborba és onnan vissza. Tényleg a kapitánya Balúval mi lesz? Marad csak kapitány, vagy még versenyezni is? Még jelen pillanatban a versenyzés sem került le a napirendről, ami nem könnyíti a helyzetünket, hiszen ugye akkor ő neki nem csak a versenyzőkre, hanem magára is kell koncentrálnia. Igen. Most a világbajnokságon viszonylag szerencsés a súlycsoport leosztás, mert Balázs az abszolút utolsó napon kerül terítékre, és az első két nap lemennek a többiek. Tehát így gyakorlatilag marad tud még... Tud magával is foglalkozni. Igen, marad még egy kis idő arra, hogy saját magára, igen, figyeljen. Ezzel együtt azért vannak fiziológiai problémái is a térdével, a fogával. Tehát meglátjuk, hogy ezek hogy jönnek rendben, tehát hogy tud regenerálódni. Tehát akkor ez még mindig képlékeny. Ez még mindig képlékeny, de a terveiben Rio is ott szerepel. Tehát értelemszerűen a felkészülési, uh-huh, állomások legalábbis ilyen világverseny szinten. Akkor ott kell lennie, hogyha valóban komolyan gondolja a Riót. Igen, igen. Hát én gondolom, hogy komolyan gondolja, mert azért az még hiányzik nagyon az életéből, egy olimpiára kijusson, és mint tudjuk, ez minden sportolónak a dédelgetett vágya, és a Balázsnál, igen, is ez így van. És van két ugye honosított magyar versenyzőnk, egyébként még hogy állna fel a felnőtt válogatott? Hát van a Dunc Barbara, aki ugye az Ivettel kell majd, hogy a kvótás helyét egyáltalán megküzdjön és oda kerüljön. Meg fog küzdeni, vagy inkább felteszi a kezét, ennyi volt is akkor. Hát én nagyon bízom benne, hogy meg fog küzdeni ő ezért a helyért, mert tehetséges fiatal kislány, 20 éves vagy 21 éves, nem hinném, hogy szabad lenne, vagy oka lenne arra, hogy föltegye a kezét. Kétségtelen az Ivett rutinosabb, nagyobb tapasztalata van, több eredmény van mögötte, de azért Barbara is már egyszer-egyszer oda tette a névjegyét a kadetteknél is, az ifiknél is. Akkor ott az Edina, ugye, aki szintén U21-es EB-t nyert, a junioroknál is EB ezüstérmes volt, aztán most tavaly a felnőtteknél is EB ezüstérmes volt, már VB 5. volt. Nagyon reméljük, hogy most a VB neki is végre úgy sikerül minden sorsolás, és az utolsó másodpercek aranyponttal kapott ki Kopenhágában a 4 közé jutásnál, tehát az elődöntőben a későbbi győztes kínai versenyzőtől. Tehát ő benne is még mindig rengeteg lehetőség van, reméljük, hogy ki is fogja tudni hozni magából. Székely Norbi szintén, sajnos a fiúknál gyengébben állunk. Ugye van a Székely Norbi, de ugye ő most lehet, ugye... Hát ő most már azért 2 éve magyar színekbe versenyez, a Balázs van még, és... Aki ugye kapitány is. Igen, és utána nagy levegő. Tehát nincs igazán olyan versenyző. Van egy-két tehetséges fiatal, de ők még nem tudtak bizonyítani komolyan nemzetközi szinten. Egy-egy eredmény kisebb-nagyobb versenyeken már kicsúszott tőlük, de olyan, amivel arra tudnánk építeni, hogy akár a világbajnokságon pontszerző helyen tudjanak lenni, olyan nincsen. Tehát egyáltalán éppen ezért azt hiszem, hogy nem is kerül szóba az ő utaztatás. És Konorbi, kivel tud itthon jókat küzdeni? Kint tud erősödni, fejlődni? Hát elsősorban kint tud Németországban erősödni, fejlődni, de itt meg a többieknek húzóerő, akikkel megküzd az tavítót az országos bajnokságon. És ugyan nem volt az ő súlycsoportjában olyan válogatott szintű versenyző, de egyik-másik ellenfél azért úgy megcsipkedte őt. Igen. Viszont nagyon jó volt nekik, hogy látták, hogy
bocsánat, de ez a nemzetközi szint, és minimum ide kell eljutni ahhoz, hogy aztán ott lehessen valamit a nagy szintére le. Azért érdekes ez a felnőtt tékvandó válogatott helyzete. Kanada, másik Németország, akkor a kapitány, egyben még lehet, hogy versenyző, de igazából alig van itthon versenyző. Hát azért nem ilyen szintű versenyző. Most nagyon jó élmény volt épp a múlt hétvégi diákolimpia, hiszen több 220 versenyző volt ott kicsiktől, tehát a 7 évesektől a 18 évesekig bezárólag. Jó, csak ugye nem arra adják a pénzt, hogy hány versenyződ van, hanem az, hogy hány eredményes versenyződ van. Ez így igaz, van. És ráadásul ugye a legfontosabbak a felnőtt világversenyek. Igen, ez kétségtelen. Van egy kis hézag ebben a pillanatban. Ehhez lenne szükségünk, a sportág fejlesztéséhez lenne szükségünk egy kicsit komolyabb anyagi háttérre. Akkor tudnánk profi edzőket, akiknek az a feladatuk, hogy a tekvandót terjesszék és a versenyzőket képezzék, alkalmazni. Nem kellene sok, 2-3 ilyet tudnánk szövetségi költségvetésbe finanszírozni. Azért az nincs, már nagyon mert rajtunk. Nem tudunk fizetést adni. Hát nekik. Nem tudunk nekik fizetést adni, azért mit tudom én, ebből a 7,5 millióból. És ingyen meg minőségi munkát ne várjunk. Nem lehet úgy várni, hogy az életét erre tegye fel, mert azért az edzők zöme is már családos ember, igen. Vagy ha nem, akkor éppen azelőtt áll. És az, hogy mindent mindig mindenki szerelemből csináljon, az megy egy darabig. De amikor már a gyerekeinek a jövőjéről van szó, vagy a családjának a megélhetéséről van szó, akkor értelemszerűen a fontossági sorrendek megváltoznak. Ezért szeretnénk egy olyan anyagi bázist, hátteret, amivel ezt a 2-3 edzőt, én nem mondom, hogy meg fognak gazdagodni, de egy tisztességes polgári, családi életet tudnak biztosítani a szeretteiknek, az azért fontos lenne. És akkor ők teljes arccal akkor. És akkor ők teljes arccal erre tudnának koncentrálni, nem kellene másra. Egyébként vannak jó példáink, mert az élet fintora folytán egyik-másik edzőnk élete úgy alakult, hogy a korábbi pályáját elhagyta, és a tekvandóba, de kényszerhelyzetből elhagyta, és a tekvandó, a szerelem és ami kiegészítő volt addig, az lett a fő profilja. És remekül megállták a helyüket, ráéreztek arra, hogy nincs mese, ebbe is ugyanúgy kell dolgozni, 8 órát, 10 órát bele kell fektetni, mint bármilyen más munkába, de akkor ez is meghozza az eredményét. Tehát akár tápióságon Vágó Feri, aki most már 100 fölötti létszámot sikerült összehozni a több kis faluból, vagy a Hegyes Imré kis tarcsán, akik szintén 100 fölötti létszámot produkálnak, és azért ez egy... Tehát abból már azt lehet mondani, nem lehet megint csak azt mondani, nem lehet meggazdagodni, de az, hogy egy stabil, nyugodt gazdasági háttere legyen a családnak, azt lehet biztosítani. Akkor a bázis úgymond meg lenne, versenyzői bázis, ugye? Utánpótlás szinte, ahogy mondod. Hát igen, igen. Csak igen. Akkor ebből kellene a tehetségeket külön kiemelni. Hát ebből kellene, az lenne az optimális, hogyha még külön arra lenne egy főfoglalkozású edző, akinek nincs más feladata, csak a tehetségeket gondozni. Tehát gyakorlatilag ő kihozná. Persze nem ártana az, hogyha tudnánk egy akadémiai rendszert mi is produkálni, hogy a legtehetségesebbek. De akár hát azt hiszem, ez nagyon távoli. Ebben a pillanatban elég távolinak tűnik, de nagy célok nélkül unalmas lenne az élet. Nem olyan távoli ez, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk. Voltak erre már konkrét próbálkozások, aztán majd a tervekig jutott el a történet. Aztán egyszer majd lehet, hogy tovább. És talán egyszer előbb-utóbb tovább is jutunk. Reméljük, hogy előbb és nem utóbb. Zárásként, mikor lesz a következő verseny a felnőtteknek?
Hát most a felkészülési verseny lesz a nyílt belga bajnokság az április második hétvégéje, és utána U21-es Európa bajnokság, ahol, ahogy említettem, csak egy kisebbik szelete. De ott van egy Székely Norbert nevezett, akit Norbert, már érdemes figyelni. Akit kell figyelnünk, fontos figyelnünk, mert ő benne tényleg nagy lehetőségek rejlenek. Reméljük, hogy ezek a lehetőségek, ezek előbb-utóbb kézzelfogható eredményekké válnak. Így legyen. Köszönöm szépen, itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat. A Dinosport híradót támogatja a Nemzeti Sport. A Dinosport híradó autós partnere az Érdi Team, ahol mindenkit teljes körű szeretettel fogadnak.